Hol volt, hol nem volt, valahol Somogyország szélén, iharos berényben éldegélt egy boszorkány. Halálra is ítélték annak rendje és módja szerint, ahogy akkoriban ez szokás volt. Sok-sok évvel később felkerekedtek az időlovagok, hogy utána járjanak a dolognak. Hogy miért? Mert érdekli őket a múlt, szeretnek kutatni, a dolgok végére járni, a raktárak mélyére nézni, beszippantani a régi iratok semmilyen sem hasonlítható illatát. Így esett, hogy kézbe vehették a boszorkány periratanyagát. Ti szeretitek a kérdéseket? Mert mi nagyon. Fel is tettünk magunkban, miközben a raktárak mélyén gyűjtögettünk. Fontos-e a múlt? Benne van-e a múlt a jelenben, esetleg a jövőben? Jó dolog-e történeteket álmodni? A válaszunk az, hogy igen. Erről szól ez a kisfilm. Talán kicsit rendhagyó módon, talán kicsit másként, talán kicsit merészebben. Úgy, ahogy mi láttuk, éreztük, kigondoltuk. Ez a mi megközelítésünk. Amúgy hallottátok, hogy ilyen szellemek járnak erre, vagy mi? Én hallottam. Egész érdekes történet. Szerintem tiszta hülyeség. De olyan rémisztő. Nem is létezik ez. Ilyen nincsen. És mi van, ha igen? De ilyen nincsen. Ez a hülyeség. Ez mi volt? Szerintem csak a buzat. Biztos? De hiszem, járjunk utána. Nem? Egyet. Én nem. Én nem megyek. Na, gyere már. Gyere már. Nem. Nem kell csak a húzat. Nem már! Nem én voltam. Én, na jó, ebből elegem van, én ebből nem kérem. Nézzük utána. Szerintem. Utás. Srácok, minden rendben? Most egy kissé sietve távoztunk, de visszatérünk ide még, ezt megígérhetjük. Visszatérünk, mert mindig van új feladat, mindig van új téma, mivel foglalkozunk. Köszönjük a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy megyei levéltára munkatársainak a segítséget, különösen Jakab Georginának, aki sokat mesélt nekünk a boszorkányperekről, aki segített és mindenben támogatott minket.